Már a héten érezhető volt, hogy a lányok jó kedve, mosolyogva edzettek, volt benne egy kicsi szándékosság, és egy picit a terhet levegyem róluk, de ebben abszolút partnerek voltak, hiszen egy jó mérkőzést nem lehet anélkül játszani, ne élvezzék a játékot, és az a fajta görcsösség ez kikerült, de nagyon keményen meg is dolgoztak ezért, mert azt gondolom, hogy a nyitott védekezésben rengeteg lábmunkával, nagyon sok megállító fajta játszottunk az MTK ellen, és a nagy lövőiket távol tudtuk tartani, és hát Kitty remekül tudta szűrni ezeket a lövéseket. Úgyhogy amit elterveztünk, az tényleg maximálisan sikerült tegnap. Végre maga biztosan tudtunk játszani, és egy csapatként együttműködve győztünk mind a két meccsen. Nagyon kellett már ez a 4 pont nekünk, és lelkileg is tényleg, hogy így most nagyon összeszedte magát a csapat. Mindenképpen az lesz a döntő, hogy fogjuk tudni megállítani a gyors középjátékukat, illetve a gyors lerohanásukat. Gyakorlatilag a szerkezetük sok mindenben változott, de abszolút ez a meghatározója. Nyilván sok mindennel készülünk, de ez lesz a legfontosabb, hogy a futóversenyt hogy fogjuk tudni felvenni a Siófokkal. A Siófoknak nagyon erős csapata van, egyenként is nagyon erős játékosok alkotják. Készülünk rájuk, videózunk, igyekszünk a legjobbat kihozni magunkból, és szeretnénk folytatni ezt a sorozatot, hogy harmadjára is nyerni tudjunk. Nagyon gyors csapat, nagyon jól indulnak, és azért a kapusokról is ők is elég jók a posztjukon. Hát remélem, hogy sikerülni fog nyerni.